Akkor a reggel már a PTA Brass Band várta a diákokat az Alba Pláza előtt. Emeld föl! Volt, aki saját képmását maga előtt tartva már jelmezben érkezett, és volt, aki még az utolsó pillanatokban is öltözött a felvonulás kezdete előtt. Akadt, aki banáni jelmezt öltött, míg társai majomnak sminkelve kísérték. Igazából az egész osztálynak a kedves ötlete volt, mivel van egy diáktársunk, aki ilyen jelmezzel rendelkezik, mindig hasonlóként öltözik be, és most úgy beszéltük meg, hogy így fogunk majd fellépni. Olyan végzős osztály is tiszteletét tette a felvonuláson, akik komolyabbra vették a figurát, és sötét ruhába öltözve érkeztek a bolond ballagásra. Persze azért megnyugtattak mindenkit, hogy nem egy teljes hétig viselik majd az öltönyt. Szombaton újra felveszünk, igen, addig pihívom! A diákok a Quest zenekar felvezetésével indultak az Icsiliget melletti színpadhoz. A bolond balagás talán az egyik legkedvesebb diák hagyomány Székesfehérváron, melynek több évtizedes hagyománya van már a városban. Az utóbbi években a középiskolások utolsó bulián a legötletesebb és viccesebb jelmezeket, illetve a produkciókat díjazza is a város vezetése. A versenyre idén is érkezett szép számban nevezés. 13 osztály jelentkezett, és 9 produkciót fogunk megnézni a Vörösmarty Színház melletti téren a színpadon. Összesen 300 diákot várunk körülbelül ebbe a felvonulásba. Akrobatikus elemeket is bemutató cápai domár kalózok, kukászsákokban divat bemutatózó modellek, de még egy medence és víz nélkül is bemutató képes szinkronúszó válogatott is érkezett kedd délelőtt a színpadra. A legjobb produkciókat idén is zsűri értékelte. Nehéz volt a zsűri döntése, hiszen valamennyi műsorra készülő osztály nagyon sok munkát tett bele az elmúlt hetekben a mai produkcióban. De azt gondolom, hogy nagy viták azért nem voltak az első három helyezett tekintetében, ők tényleg kiemelkedtek, de a többiek is nagyon jók voltak. Idén a Tóparti Gimnázium 2 végzős osztálya nyert el a harmadik, illetve a második helyezettnek járó 100, illetve 125 ezer forintos díjat, a zsúri pedig a Teleki Blanka Gimnázium 12. B osztályának ítélte oda az első helyezettnek járó 175 ezer forintos jutalmat, melyet a bankettjükre fordíthatnak az osztályok. Ez évben egy fenntarthatósági külön díjat is átadott az önkormányzat 75 ezer forint értékben, de a kilátogató összes osztály nyertese volt az idei bolondballagásnak, hiszen egytől egyig 50 ezer forintos jutalomban részesültek.